mostani nem az első alkalom, hiszen Uecker 1977-ben állított ki először hazánkban, már egy nagyszabású egyéni távlattal tér újra vissza a Szép Művészeti Múzeumban. Günther Uecker szomorú, kritikus attitűddel közelít az emberiség felé. Csendes, zaj nélküli világot közvetít. A jelen bemutató az elmúlt 50 év során készült műtárgyakat mutatja be. A látogató egy árnyalt képet kap a jelentős német művész munkásságáról, aki szögképeivel már igen fiatalon ismerté vált. Hatalmas méretű installációkban dolgozta fel az ember és a környezete ember általi veszélyezettségét. Günther Uecker napjaink egyik legismertebb, legfontosabb személyisége a kortárs európai képzőművészetnek. Többször bemutatkozott Magyarországon, de valóban önálló kiállítása, átfogó, mondhatnám akár azt is, hogy kis életmű kiállítása még nem volt Budapesten. Ahogy belépünk a múzeumba, és átmegyünk a Márványcsarnokon, belépünk a reneszánsz terembe, balra a Cézanne kiállítás nyílik, jobbra Uecker. Amúgy is célunk, hogy gyakran párbeszéd legyen a belső kiállításaink között is. Egyszerre tekinthetjük át egy sétában a szemünk át tudja fogni egyetlen pillantással. Ez egy különleges, speciális, egyedi kiállítás élmény nyújt a látogatóknak.